been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts. A színház és filmművészet iránt érdeklődő vajdasági magyar fiatalok körében kiváló hangulatban zajlott le Zentán a Művelődési Házban a középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedője. A rendezvényt a délelőtti órákban Perpauer Attila, a Zentai Községi Tanács művelődéssel és oktatással megbízott tagja nyitotta meg. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a minőségre fektetni a hangsúlyt, és mindig nyitottnak kell lenni a fiataloknak az új kezdeményezésére, egészen másképp látják a világot, másképp próbálják összefoglalni a világot, és ezt megmutatni számunkra. Erre nekünk érzékenyeknek kell lennünk. A vetélkedő megnyitója után a közönség egymás után 5 zentai filmet is láthatott. Nyilas Orsolya már nem első alkalommal nevezte be filmjeit a megmérettetésre, idén azonban egy teljesen új képi alkotásmóddal mutatkozott be. Tavaly nyáron lehetőségünk nyílt más videoklippeket forgatni felkérésre, és megragadtam az alkalmat, ki akartam próbálni ezt a műfajt is, mert érdekelt, hogyan lehet egy szóbeli világot megjeleníteni képekben. Illetve a Megszállott című film, ez is egy pályázatra, egy felhívásra készült, itt pedig Kosztolányi életrajzi darabját kellett bemutatni. És kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablakárnya augusztusi délkora kapu alján. A benevezett 12 film közül a zsűri egyhangú döntése alapján a legjobb filmdíjat a Szabadkai Szloboda Szonya Tudod Milyen című alkotása nyerte el végül, mely teljesen magával ragadta a közönséget. A legjobb etüdért járó díjat az Adai Szerelemre Várva című filmalkotás érdemelte ki, valamint a jó témaválasztásért díjazták még az Óbecsei Linda című filmalkotást is. Figyelj, tudom, hogy unalmas vagyok ezzel, de attól még, hogy én csak itt lehetek veled, az nem azt jelenti, hogy te nem hagyhatod el a szobád. Tudom, de te vagy az egyetlen barátom. De meg se próbáltál barátokat szerezni. Mert ha kimegyek innen, akkor nem jöhetsz velem. Istenem, nem lehetek mindig ott melletted. Mindenképpen, mint zsűri, ugye éreztem annak idején a saját bőrömen is, mindenképpen motiválóan, ösztönzőleg kell hatni, nem olyan úgy átadni a kritikai tudásunkat, ami nem befolyásolja az ő további törekvéseit, hanem csak ösztönzőleg hat rá, és ez a legfontosabb ilyenkor, ebben a korban szerintem, hogy azért útba igazítsuk őket, viszont azért ösztönzőleg hatni rájuk. Hogy látja, melyek azok a témakörök, melyek leginkább foglalkoztatják jelenleg ezt a generációt, ezt a fiatalságot? Nagyon széles igazából minden alkalommal a paletta, viszont azért hát természetesen középiskolában a leggyakoribb téma a szerelem, meg az ábrándozás és az egyéb frusztrációk leküzdése, stb. Ez folyamatosan jelen van ezen a fesztiválon, és ez természetes is, hiszen ilyenkor vannak olyan érzelmi túlfűtöttségek, amiket így még inkább el tud viselni, vagy átélni az ember. Yes.
Bár az idei vetélkedőn csak 4 színpadi előadás került benevezésre, mégis nagy élmény volt a közönség számára, ugyanis a régi csapatok mellett új társulatok is bemutatkoztak. A próbák kitűnően sikerültek otthon, jobban szerintünk, mint az előadás, de én mindkettőt eszeveszettül élveztem, szóval szerintem minden frankó volt, legalábbis ez az én véleményem a többiekhez képest, és még annyit szeretnék mondani, hogy a próbák, a próba folyamat volt ezen a pár héten, ameddig próbáltunk, ez volt az egyik legjobb élményem eddig ebben az évben. Azért, mert nagyon jól szórakoztunk, de ennek ez is a lényege. És ugyanez átlátszódott, vagyis meglátszódott ezzel az előadásunkon is, mert ott is kitűnően szórakoztunk, meg szerintem a közönségnek is átjött ez. Szóval ez a lényeg, nem? Hogy mi is jól szórakozunk, meg a közönség is, és akkor így megvan az összhang. Tehát igazából akkor ti már elértétek azt, amit szerettétek volna, hogy élvezzétek az egészet. Hát igen, mi élvezni szerettük volna az egészet, de ahogy már előttem is mondták, kevés időnk volt próbálni, mert ez hirtelen ötlet volt, hogy megcsináljuk az egészet. De annak ellenére, mondom, remekül szórakoztuk és élveztük, szóval ez amúgy meglepett bennünket, mert nagyon izgultunk, de ahogy mondták is a zsűrik, valahogy ez az izgulás, ez átalakult valami olyas valamibe, ami jó sült ki a színdarab közben. És legközelebb meg fogtok próbálkozni hasonló előadásokkal, vagy jövőre mondjuk újra bemutatkoznátok a közönség előtt a vetélkedőn? Szerintem okvetlenül. Én szerepeltem már előzőleg is előadásokban, de igazából szavaló vagyok, szóval a színészet az kicsit távol áll tőlem, de rájöttem, hogy nagyon élvezem, szóval miért ne, vágjunk bele, jövőre is! Érezgetek, nem kell beszólítás, se semmi célszó, és az se baj, ha nincsen jégyezet, csak kerelem, de fésőkéken négy szó, hogy önnek új levele érkezett. Ó, önnek új levele érkezett. Dürödő, dürödő, önnek új levele érkezett. Az egész világ egy lingőtemény, az emberek a tárgya benne linket. A szervezők számára is nagy meglepetést okozott az óbecsei csapat, hiszen teljes önerőből, külső segítség nélkül sikerült létrehozniuk az előadást. Nekem nagy élmény volt az, hogy mindegyik előadásra az összes csapat beült megnézni, tehát megnézték egymást a gyerekek, és ez egy nagyon pozitív dolga a KMV-nek, hiszen nem mindig volt ez így, és most pedig szinte mindegyik előadás, függetlenül attól, hogy kamaratermes vagy pedig nagytermes volt, szinte mindegyik teltházzal folyt le, és ez egy nagyon lélekmelengető része volt a KMV-nek. Ugyanakkor az is nagyon jó volt, hogy nem csak profi rendezéseket láthattunk, hanem volt egy első bálazónk is, az óbecseiek. Ők nem vettek így még részt a KSFV-n, illetve hát ugye őket nem is profi készítette föl. Viszont olyan hangulatot csináltak, hogy az egyik fénypontja volt a mai napnak, és nagyon jó volt azt látni, hogy belevágtak és merték létrehozni ezt az előadást, és remélem, hogy sokszor fogjuk még őket viszont látni ezen a rendezvényen. Az új csapatok mellett új színészpalánták is bemutatkoztak az idei rendezvényen, hiszen minden színjátszó csoport évről évre bővül új tagokkal. Az Entai Magyar Kamara Színház diák színjátszóinak csapata idén 16 tagra bővült. Az új összetétel ellenére mégis megnyerték a vetélkedő tökéletes összjáték és formadíját a Füzér című előadásukért. Még sose voltam KSZ, még nézőként se, és ugye most novemberben kezdtem el színészkedni, és többiek mind meséltek róla, hogy mekkora élmény, meg hogy mennyi ismerősük lett, meg minden, úgyhogy nagyon vártam már.
Hogy érezted most magad a színpadon? Nagyon-nagyon jó volt. Igazából azt hittem, hogy olyan lesz, mint a premiéren bemutatom, vagy mint egy sima előadás, de teljesen más, és érződött, hogy más volt a közönség is, és én úgy érzem, hogy kicsit szabadabban adtuk elő, és kicsit nyugodtabbak voltunk, mert tudtuk, hogy le tudják majd értékelni jobban. És hogyan értékelte a zsűri az előadásotokat? Szerintem nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Természetesen vannak dolgok, amiken kell javítani, és ők is elmondták. És természetesen nem vagyunk hivatásos színészek, tehát mindig lesznek hibák, de mindannyian úgy érezzük, hogy nagyon jó kritikát kaptunk. Az ilyen megmérettetések szerinted építő jellegűek a társulat számára? Igen, mindenképpen. Mivel minden előadás után mi is érezzük azt, hogy mit kéne javítani, mit kéne ugyanígy csinálni, de természetesen nem lesz minden előadás ugyanolyan. És ezek a visszajelzések nem csak most a KSZV-n, hanem más ismerőseinktől is nagyon sokat hozzátesznek, mert mi már máshogy látjuk az előadást, mint egy néző. Azt csak azért van, hogy egy kicsit kihozorodjatok. Hopp! Már is jó! Megdobott, én megölöm! Úgy beszéltük meg, hogy előbb én. Figyelj, Filippo, bánom így, hogy biztos szabad már érzed. Biztos nehéz lehet abban a hippi kolóniában érdegélni. Biztos apád is már a agyadra megy 68-al, de... Áó! Ezt most miért kaptam? Mert hülyeségeket beszélsz! Háza! Az egyetlen épület a városban! Az ott középen a cárja van, ne látszakon! Le van szarva! A vetélkedőn ezúttal mind az előadások, mind a filmek között szabadkai siker született. A legjobb előadás díját a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium csapata érdemelte ki a Félelem és Reszketés Szabadkán című előadásáért. Az új tagok nagyon gyorsan beilleszkedtek, tehát nagyon gyorsan meg is szerettük egymást, tényleg nagyon aranyosak mindegyik. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó színészi képességekkel is megáldottak, és tényleg az előző évekből megmaradt csapat is nagyon összeszokott, és mi nagyon szeretjük egymást, tehát tényleg nagyon jó hangulatúak voltak a próbák, és öröm volt. Maga a KSZV, mint vetélkedő, mennyiben járul hozzá a te színészi tehetséged fejlesztéséhez? Tehát mennyiben motivál arra, hogy a jövőben színészettel foglalkozzál? Hát én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jól esik az embernek az itt szerzett elismerés, és szerintem minden színész ambíciókkal rendelkező embernek meg kell, hogy próbálja ezt a KSZV-t. Én ez a 4 év alatt rengeteg kritikát kaptam, építő kritikát, amivel úgy gondolom, hogy bírok építkezni a jövőben, és ugye az a tervem, hogy az Újvidéki Színművészeti Akadémiára iratkozzam. A legerősebb csapat szellemdíját pedig a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ Fabula Rasa színjátszó Grunnak ítélte oda a zsűri a Semmi című produkciójáért. Ha úgy nézzük, akkor elég sok dolgot láthatunk magukból, a szereplőkből. Mi személyiségénk nem sikerült annyira feltüntetni őket, viszont úgy érzem, hogy nagyon átjött. Tehát, hogy érzem, hogy bele tudtuk adni magunkat. Rengeteg próba volt benne, nagyon sokat próbáltunk. Ebből kifolyólag szerintem jól sikerült az előadás. Ugye az előadás arról szól, hogy be kell bizonyítani a csapatnak, Filip Leónak, hogy igenis van értelme az életnek, annak ellenére, hogy úgy gondolja, hogy nincsen. Viszont Filip Leó egy olyan személyiség, aki az apja úgy érzem elhanyagolt, egy hippi kolóniában nőtt fel, nem mutatták meg neki azt, hogy mi a fontos. És ebből kifolyólag ő nem is érzi azt, el van hanyagolva, és kiül egy fára, és a napot nézi, telnek a napok, úgy érzi, hogy semmi értelme a vég, az a lényege az életnek, hogy ő egyszer meghal, egyszer valaki születik, meghal, és ez egész egy ilyen ciklikus folyamat. Te most, ha nem bírod, ne verj a mennyodét ide!
király, mint valaki meglát. Lásson is meg! Valakinek meg kell tudnia, szólni kell! Kus, mi történt? Megdobált! Kicsoda? Mivel? Szialával. Na, már érik a szialá. Aj, ne! Most meg hagyján szózok egy nyomorít. Hát, ilyen még soha nem történt, hogy engem hogy megdobálnak. Ki dobál? Hát nem egyértelmű. Nem egyértelmű. Ha Filip Leó volt. De a Filip Leó az nem olyan dobál. Hát a Filip Leó volt. De miért? Jöttem az iskolába, ő meg föntült a fán. A zsűri tagok elmondása szerint nagyon nehéz egyöntetű döntést hozni egy-egy látott alkotás alapján. Azt teszi izgalmassá az egész versenyt, hogy a résztvevők nem tudhatják, mi az, ami a háromtagú zsűri ízlésvilágának megfelel. A zsűrinek, akárki is üljön a zsűribe, egy dolga van. Eldöntenie azt, hogy neki mi tetszett a legjobban. Hiszen beszélhetünk univerzális értékekről, művészi értékekről. Igazából ez mindig függ az adott zsűri ízlésvilágától. Tehát, hogy óhatatlan, hogy ami nekem zseniális, az a másik épp olyan jó szakmabelinek pedig borzasztó, hiszen más az ízlésünk. Tehát a művészetben ez így működik. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket meg lehet tanulni, amik nélkül nem igazi a történet, tehát nyilván ezt számon lehet kérni, mondjuk a szép beszédet mindenféleképp számon lehet kérni, már egy általános iskoláson is, nem, hogy egy középiskoláson. Tehát vannak olyan dolgok, amiket nem lehet kihagyni a pakliból, de ha egy mű megüt egy színvonalat, onnantól fölfelé az ízlés kérdése, hogy nekem ő, neked meg a másik. És hogyha sok jó produkció van, és remélem, hogy ez lesz a nap végének az eredménye, akkor bizony akár még ökölre is mehet a zsűri, mert hogy nekem ő a favoritom, neked pedig teljesen más, és majd megvívjuk ezt a csatát, hogy lehet mégis valami középutat találni. Mindenkinek gratulálni szeretnék a részvételért. Nagyon jó voltatok, de nem húzom tovább a szót, mert mindenki azt várja, hogy mik is a díjak. A legjobb filmes alkotások és a legjobb előadások mellett kihirdették a legjobb női és férfi szereplőnek járó díjakat is. A legjobb női szereplők Cserevics Skolasztika és Pintér Fanni. A legjobb férfi szereplő díját pedig Ágyas Ádám a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium csapatából, valamint Szabó Róbert a Zentei Magyar Kamaraszínház diákszínjátszó csapatából érdemelték ki.